Üdvözlöm a régi vitézeknek hallgatóit, a stúdióban van Mesterlér János. Sziasztok! Tavasz Ferenc. Sziasztok! Meghívott vendégünk, aki az Őskultúra Alapítvány elnöke és az Emese Park igazgatója, Magyar Attila. Szeretettel köszöntök mindenkit! És én Bányai Ádám. Mint ahogy ezt tudhattál, vagyis ezt láthattátok az oldalon is, a Hagyományőrzés Nagyöregei című minisorozatunkat vezetnénk tovább, és vendégünkkel erről szeretnénk beszélni, hogy ki is ő, mi is ő, és mit is csinált eddig. Hát akkor kezdjük is, de hogy miért is régi vitézeknek? A Szent Háromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye. Régi vitézeknek, roppant seregeknek, győzhetetlen Istene. De hozzád kiáltok, kik katonád vagyok, vigy kérlek vitézségre. Hát ezért. Felvezetőként első kérdésünk az lenne, hogy te, mint a Magyar Hagyományozás egyik kulissza figurája, mikor találkoztál először ezzel a játékkal, hogy hagyományőrzés? Mik voltak az első inspirációk, hatások, amik hatottak rád, és hogyan indultál ezen az úton? Az a szó, hogy hagyományőrzés, az egy nagyon furcsa holmi. Úgyhogy azzal, hogy hagyományőrzés, mikor találkoztam, azt nem tudom megmondani, mert az, hogy hagyományőrzés, az akkor alakult ki, amikor erre a 1990-es évek elején a Millet Centenáriumra elkezdett készülni néhány ember, vagy néhány csoportosulás. Előtte a 10. század, 11. század kapcsán olyan, hogy hagyományőrzés, vagy hogy műfaj maga, olyan nem nagyon volt. Olyan volt, hogy László Gyula professzor úr az 50 rajza honfoglalókkal, meg a különböző kiadványaival, meg népszerűsítő ügyeivel megpróbált egy kicsit szélesebb réteghez, meg egy kicsit populárisabban szólni egy témakör kapcsán. És aztán utána én azt gondolom, hogy nyugodtan kimondhatjuk, és ezt azért tudja a mai hagyományőrző társadalom is, hogy az, amit mi most itt hagyományőrzésnek, vagy 10. századozásnak ismerünk, vagy élünk meg, ez javarészt László Gyula professzor köpenyéből ugrott elő annak idején. Tehát nincsen egy év, vagy nincsen egy helyzet, egy pillanat, amikor azt mondja, na, most találkoztam a hagyományőrzéssel. Tehát nem elmentem egy rendezvényre, és ahol onnantól hagyományőrző vagyok, mert még nem nagyon voltak olyan rendezvény. Volt a Visegrádi Palota játék abban az időben, amikor én ezt elkezdtem, tehát nagyjából 30 évvel ezelőtt. Ha jól emlékszem, te találkoztál is László Gyula professzorral, és még talán ismeretségi viszonyban is voltatok. Két alkalommal tudtam én egy picit hosszabban beszélgetni vele, pontosabban köszönöm a sorsnak, hogy lehetőségem volt arra, hogy kétszer is felkereshessem a professzor urat. Balaton rendesen volt egy kis háza, és akkor ilyen nyári időszakban én leutaztam hozzá Balaton rendesre, ott nyaralgatott, meg ugye el volt, és marra hosszan időt áldozott arra, hogy egy akkoriban lelkes, de végtelenül kevés felkészültségű kiskölyöknek meséljen, és tanítson, és segítsen, és nem tudom micsoda, úgyhogy én nem tudok eléggé hálás lenni neki ezért. Még ezzel a téma kapcsán nekem úgy dereng, mintha lettek volna neki talán táborok, vagy ilyen pódiumbeszélgetések, vagy ilyen kis körök, ahol maga ez a magyar hagyományőrzés elkezdett bimbózni. Ez jelente vettél részt, vagy ez nem. Az volt ilyen? Nem, voltak ilyenek, hát nyilván az útkeresés az nagyon régóta működik. Ennek az útkeresésnek a legismertebb állomásai olyanok, mint például az István a király rockopera, ahol így megpróbálták annak idején, amikor az létrejött, valami módon megfogni azt a fajta ilyen ős magyarságot, vagy ős történetet, vagy egyáltalán ezt a honfoglalás államalapítás kori magyar történetet, régészetet, néprajzot, egyebeket. Egyébként az, amit mi most hagyományőrzésnek nevezünk úgy széles körbe, azt egykor például László Gyula bácsi úgy hívta, hogy régészeti néprajz. Tehát, és ez egy kiváló megfogalmazás volt, csak valamiért kikopott a köztudatból, és valamiért nem tudott megtapadni a köztudatba. Nem véletlen az, hogy aztán utána nagyon sokáig kiillódtunk. Mai napig egyébként a definíciók hiányoznak. Nagyon-nagyon sok rétű, nagyon sok színű ez a műfaj, és sokszor az egyetnemértések, meg az együtt dolgozni képtelenségek abból adódnak, meg a félreértések abból adódnak csoport és csoport, alkotóközösség és alkotóközösség között,
hogy nincsenek meg a megfelelő definíciók. Az egyik, az szeretne játszani a hétvégén az íjával, és tök jót lövöldözik. A másik az, az ismeretterjesztő kíván lenni, de amatőr módon, vagy hogy mondjam, civil módon. A harmadik az egy múzeumnak segít be, és már gyakorlatilag, hogy mondjam, egy komoly interpretátorként a régészeti ismeretterjesztésbe, történelmi, történészi ismeretterjesztésbe egyfajta ilyen új utat kereső, nem is tudom micsodát, műfajt csinál. Elsősorban a múzeumpedagógia vonalán. És hát ez a sok-sokféle érdekesség, ez mindegyik más elnevezést kíván, és mi meg egy kalapba tettük őket, úgy hívjuk, hogy hagyományőrzés. Na most ezért aztán picit túlszínes a dolog. Igen, és ebből majd tovább vezetve, hogy hogyan próbáltad ezt te egy kicsit jobban definiálni, kicsit jobban körülírni azt, amit végül is mi csinálunk. Nem mondok nagy butaságot azzal, hogyha azt mondom, hogy magát azt, hogy történelmi életmód rekonstrukció, ez a fogalom, ez a te kútfődből pattant ki, és tetted ezt a fogalmat. Ez az én nagy szüleményem. Igen, ez az én nagy szüleményem. Kikínlódtam magamból, mert volt egy nagyon furcsa feladat, és volt egy nagyon érdekes időpillanat. Ez nagyjából 2000 környékén történt, 2000 előtt egy kicsivel. Tehát, hogy pontosan hogy kezdődött, vagy pontosan hogy vezetődött föl az, hogy ma ilyen honfoglalás államalapításkori megjelenítés van, az első lépések azok valamikor a 1990-es évek legelején, 92-93-ban voltak. Voltuk az országban, nem tudom, egy 10-15-en, akik úgy egy, hogy mondjam, beöltözve ennek az időszaknak a ruháiba, ennek az időszaknak az eszközeit elkészítve, úgy próbáltuk megjeleníteni. És vészesen közeledett az, hogy 1996-ban be kéne mutatni az egész országnak, hogy mit tudunk a honfoglaló magyarjainkról. Mert hogy Millet centenárium volt ugyebár 1100. évfordulója a honfoglalásnak, és közben meg hát Koltai úr készült a Honfoglalás című filmmel, vagy minek nevezzem azt a kupacot, és hát annál nagyobb kártétel ugye ezzel a műfajjal nem nagyon történhetett. És mi ezt próbáltuk a magunk módján valahogy a helyére tenni. Rendezvényeket szerveztünk, ilyen egy nap a honfoglalókkal rendezvényt 1994-ben, ez volt az első ilyen összejövetele egyébként ennek, ami az első korismerei találkozó, hogy úgy mondjam, a hármas határhegyi katlanban volt reptéren. Na, lényeg, hogy aztán utána évről évre egyre többen odafigyeltek erre. Ott 96 környékén volt egy nagy robbanás, mindenki íjat vásárolt, Kasélés elkezdte sorozatba gyártani, Grózer Csaba elkezdte sorozatba gyártani az íjait, és akkor így mindenki íjászott, mindenki sötétítő függönyből, meg kárpitból kaftánt fabrikált, és akkor átszakadt a gát, és mindenki honfoglalt. Azt gondolom, hogy ilyen 10 000-es tömeggé vált az a kör, akik valamilyen módon megpróbáltak ehhez a témakörhöz úgy hozzányúlni, hogy megjelenítsék. És ez igényelt egy hátteret, igényelt egy szerveződési struktúrát. És akkor egyesületek jöttek létre, alapítványok jöttek létre, baráti társaságok jöttek létre, akik e körül izektek, mozogtak. Viszont az igény is fölmerült, hogy valahogy információval kéne ellátni ezeket a csoportokat, vagy magánszemélyeket, ugyanis borzasztó kevés volt a tényleg használható adat, a tényleg használható anyag, vagy tényleg használható ad abszurdum segédanyag, hogy hogyan jeleníts meg egy kora középkori, vagy egy árpádkori magyar harcost, kézművest, asszony, gyereket, felnőttet, tök mindegy micsodát. És aztán ez már egyre akuttabbá vált ez a probléma. Közeledett a 2000. év, 2000-ben megint volt egy emlékév, megint volt egy odafordulás, megint volt egy konjunktúra, hogy úgy mondjam, vagy a figyelem arra összpontosult, hogy hogyan kellene az államalapítás korát ügyesen földolgozni és ügyesen bemutatni. A 96-os tapasztalatok már megvoltak, a tömeg már megvolt, az érdeklődés már nagyon-nagyon megvolt, nagyon nyitott volt. És akkor mindenféle szövetségek jöttek létre. Huszár és katonai hagyományőrző egyesületek szervezete, szövetség, én nem tudom, MHKHS és mindenféle szervezetek, szövetségek. És ezek a szövetségek is azzal szembesültek, hogy míg minden más történelmi korszaknak
viszonylag jó a, hogy mondjam, az adattára, vagy az a bázisa, amiből az egyes résztvevői, vagy a művelői felöltözhetnek, építkezhetnek, tanulhatnak, dolgozhatnak. Addig a 10-11. Század az egy ilyen fehér folt volt. Nyilván a fólia archeológia, vagy a múzeumi évkönyvek, ahol tanulmányok vannak, és a régész szakma, hogy úgy mondjam, egymásnak cikkezget. Ez borzasztó nehezen volt elérhető. Népszerűsítő kiadványok nem nagyon voltak, ha mégis, akkor szétszórva, itt egy pici adat ebbe, ott egy pici adat abba. Tehát egyszerűen nem volt az elvárható, hogy egy civil érdeklődő valaki, aki hobbiból foglalkozik ezzel a témakörrel, egy több százas, vagy adott esetben több ezres könyvtárat végignyálazzon. És akkor jött a képbe az, hogy többen megkértek, például ez az MHKHS nevezetű szervezet, ők a Fülöp Tibor által koordinált katonai hagyományőrző egyesületek szervezete, szövetsége volt. Ez akkoriban egy ilyen, nem akarok butaságot mondani, 1500-2000 tag létszámú, és nem tudom, 80-100 egyesületet tömörítő szervezet volt. Hogy működik-e még, ezt én nem tudom. Akkoriban még talán elnökségi tagja is voltam ennek, mert ez egy olyan nagyon komoly felfutásnak tűnt, ahol úgy komolyan vette magát ez az egész műfaj. És tökre tetszett nekem, hogy végre valahol ezt a 10-11. Századozós helyzetet is lehet mutatni. És fölmerült az igény arra, hogy akkor egy ilyen segédanyag készüljön már erről, hogy mutassuk be, hogy abban a pillanatban éppen mit tudunk kínálni, hogyha valaki honfoglaláskori harcos akar lenni, vagy kézműves akar megjeleníteni, vagy pásztorember, vagy halászt, vagy hót, mindegy micsodát, éppen ő ezt a korszakot bemutatná. Ma úgy mondanánk, hogy egy ilyen reenactor, nem tudom kicsoda, egy ilyen figura. És akkor ebből a felindulásból született meg végül is a könyved. Hát könyvnek titulálni azt az írást, az egy ilyen nagyon hízelgően, de teljesen alaptalan valami, ez egy ilyen fanzin szerintem. Tehát hogy úgy kell elképzelni, hogy erre a témakörnek, hogy hagyományőrzés, vagy hogy most már nevezzük úgy, hogy történelmi életmód rekonstrukció, egy kis segédanyag, vagy az egyik témakörét feldolgozó anyaga, 10 évvel ezelőtti ismereteket éppen ez abban a pillanatban. 2080 járt meg akkor, ugye? Hogy ne mondja a butaságot, de olyan tájt. Utána néztem, igen. Igen? 10 éve volt az egész? Pont 10 éve. És akkor már a Zenese Park működött? Valamilyen szinten működött. A Zenese Park egy furcsa indítás, ugyanis nem az az első ilyen jellegű park ebben a témakörben. Először a 16. kerületben voltunk. A 16. kerületben egy ilyen 4 építési telket egyben nyitott ilyen nagyobb területünk volt. Volt ott egy kis lovarda, volt egy műhely, volt egy viking hosszúház, ami ilyen nem is egészen elképesztő kezdeményezés volt, nem tudom, 90-es évek közepén. Mi a francot keresett itt egy viking hosszúház? De hát mi annyira élveztük ezt az egész északi vonatkozást, hogy hát úgy rendeztük be azt a házat, és akkor egy ilyen harcosi, nem is tudom micsoda, bázis csináltunk belőle. És aztán utána 2005 környékén költöztünk mi ki Szigethalomra, mert egyszerűen kinőttük ezt a helyet. És hát ez a két dolog, ez valahogy együtt érett. Tehát egyrészt maga az a központ, vagy centrum, vagy nem tudom, minek nevezzem az Zenese Park, másrészt pedig az a bizonyos írás, ez a Vitézekről című kiadvány, ahol igyekeztem összegyűjteni mindazt, amit akkor a viseletről, a korszak fegyverzetéről, a forrásanyagokról, meg egyáltalán magáról a témakörről tudunk. És arra is egy kísérletet tettem, hogy megpróbáljam definiálni, megpróbáljam meghatározni, hogy egyáltalán ez a műfaj, ez micsoda. Az, hogy reenactment, az nem volt akkoriban még ismert. Tehát ez most bármilyen furcsán hangzik, sem az internetes háttérbázis ennek az egésznek nem volt még meg, nem nagyon voltak még olyan fórumok, ahol volt még az RPG, aztán utána volt a milícia, az egy remek fórum volt, de ezek is már későbbi képződmények, tehát amikor ez a műfaj valójában elindult, akkor nem nagyon volt internetes háttér. Meg nem voltak még feltöltve azok a tanulmányok, ami ma már tök természetes. Tehát olyan furcsa dolog, mert hogyha ma ránéztek, mit tudom én, begépelitek
bármelyik részét a viseletnek. Én kíváncsi vagyok egy veretesökre. Akkor a tanulmányoktól a leggagyibb, nem tudom még, a legprecízebbtől a legbénább feldolgozásig 10 000 találatot fogadni nektek. Annak idején ilyen nem volt, nem 10 000, hanem egy találat sem. És akkor így, hát ebben a világban kellett valahogy ezt az egészet, hogy mondjam, népszerűsíteni, meg közkézre adni. Ebből a szándékból született ez a gyűjtemény. És hát, hogyha ez most éppen 10 éves, akkor jubilál, és tök jó dolog, de inkább az emlékek kategóriája már, mert szerintem a forrás munkákon kívül hát igencsak kevés akkori állítás állja meg mai napig a helyét. Hát azért csak 10 évvel ezelőtt volt, meg csak egy olyan korszakban, ahol még nem volt ekkora információ azon a gyakorlatilag a birtokunkban. De én emlékszem arra, hogy én amikor azt a könyvet megvettem, talán 8 éve, 7 éve, akkor az igen tudott elég sokat adni ahhoz, hogy elkezdjen valami ott a fejembe történni. Hát a praktikumra épült, tehát az egy nagyon-nagyon célirányos dolog volt, az olyan emberek kezébe készült, akik ténylegesen abból majd építkezni akarnak. Egy viseletet akarnak elkészíteni, dönteni akarnak, hogy milyen fajta sisakot viseljenek, dönteni akarnak, hogy milyen fajta kardot készítsenek, vagy szabját adott esetben, vagy egyáltalán, tehát ennek a műfajnak a gyakorlati kézzel fogható részét próbálják. És hát ennek ez volt az elsődleges szándéka ennek az irománynak. És ennek újrakiadása esetleg terve van, vagy nincs, második kötet? Nincs. Én nagyon szerettem volna sorozatot csinálni belőle, és azok, akik végül aztán most egy sorozatot csináltak, azok nagy segítségemre voltak annak idején. Nevesítsük őket, Sudár Balázs, Petkes Zsolt, Türk Attila, B. Szabó, tehát az a kör, akik... És hát az egyik legfontosabb nevet, hagy mondjam, hangozzék el, dr. Szöllősi Gábor, aki ennek az egész műfajnak az egyik atya, mestere és bábája. Ő egy nagyon szerény ember, és nagyon háttérbe húzódik sokszor, pedig azt kell tudni, hogy ő az a tudós kutató ember, aki annak idején a mezőgazdasági múzeumban, a Vajdahunyad várában, egy ilyen kis bagolyvárban, egy ilyen bagolytoronyban, egy kutatói szobában bármikor felkereshető volt az íjjal kapcsolatban, a viseletekkel kapcsolatban, ennek a történelmi időszaknak a néprajzi vonatkozásaival kapcsolatban, a zenétől az ételekig. És a leglehetetlenebb, legidiótább kérdésekre is igyekezett a legprecízebben felkészült válaszokat adni, és ő volt az egyike azoknak, akik ennek a kis kiadványnak a lektori munkáit is elvégezték. Úgyhogy hatalmas vitáink voltak nekünk, vérre menő vitáink. Vért léte, nem léte kapcsán például, meg aztán még ezer más dologban. Azt kell, hogy mondjam, hogy sok-sok ügyben neki volt igaza. Úgyhogy innen is köszönöm az akkori segítségét. De mivel, hogy a őstörténeti munkacsoport akkoriban, amikor ez a kiadvány létrejött, akkor fölállt és elkezdett olyan módon dolgozni, azzal áltatom magam, hogy talán pont az egyik kiváltó oka az volt, hogy ugye egy ilyen kiadvány már készült, akkor hát ténylegesen szükség volt arra, hogy a tudományos oldala ennek az ügynek, a ténylegesen felkent kutatói ennek a dolognak megnyilvánuljanak. És létrejött egy olyan sorozat, ami mellett már ilyesfajta fanzinre, mint amit én összeállítottam, nem biztos, hogy szükség van. Tehát az egy kis alakú könyvekből álló sorozat, ez egy zseniálisan megkomponált valami. Hangozzon el a teljes címe magának a könyvednek, hogyha valaki erre rá akarna keresni, hogy felkeltetik az érdeklődését. Tehát ennek ugye a vitézekről volt azt hiszem az alcíme. Igen, így van. És a teljes címe az a 10. századi magyarok kísérleti régész szemmel, a vitézekről, a térkönyvek első kötet. És még mielőtt tovább haladnánk az időben, egy olyan kérdés merült fel bennem, hogy a 90-es évekből, tehát tényleg a kezdeti hőskorszakból, kik azok a nevek, akik beugranak, kik voltak az első nagyok? Tehát ilyen Kassré Lajos, Kelemen Zsolt... Kelemen Zsolt egy picit később tűnt föl ebben az egész mutatványban. Az első időszakban hát egyrészt Szöllősi Gáborék, tehát az a kör, aki annak idején a Zrínyi Haditorna Klub
hogy mondjam, kebeléről nőtte ki magát, és elég sokan foglalkoztak a honfoglalás korával is részükről, elég sok alatt értsetek ilyen 3-4-5 ember. Tehát ez abban az időszakban, amikor volt 10-15-20 ember összesen, aki ezzel a témakörrel ilyen formán foglalkozott, akkor ez sok. Aztán Grózer Csaba, aztán Hidány Csaba, akinek a nevét itt említsük meg feltétlenül, mert egy ilyen izgő, mozgó, nagyon sok helyen, nagyon sok mindent reprezentáló ember volt akkoriban, és egy nagyon egészséges szellemiségű dolgot képviselt akkoriban, Andi Csabánk. És hát olyan emberek is ebben a témakörben jeleskedtek, mint például Nyers Csaba, nem tudom, hogy az ő neve mond-e nektek valamit, egy kultikus figurája egyébként a 90-es évek hagyományőrzésének, a rovásírásos naptáraival, a hunüstbe való főzéseivel, a mindenféle bronzból domborított tárgyaival, és rengeteg segítőkészségével és segítségével a fiatalok felé. Tehát, hogyha te akkoriban fölmentél hozzá ott a 7. kerületben, nem is a Terész körúton, vagy merre felé lakott ő, felmentél hozzá, hogy fú, hát kéne neked valami információ a rovásírásról. Akkor így ment a polcához, levett egy rovásírások könyvét, hát ezt vidd el akkor, de feltétlen hozd vissza, mert kelleni fog. És akkor sose kapta vissza a könyveinek a 2-3, mindig meg kellett újra venni. Tehát ezek a nevek, ezek azt gondolom, hogy nagyon fontosak. Dr. Magyar Gábor, aki nekem névrokonom, ő is egy jellemző, jellegzetes figurája volt ennek az időszaknak. Ő szürke marhákat, rackákat, lovakat tenyésztett, és tenyészt meg a mai napig a Szentendrei szigeten. Petraskó Tamás, aki egy kiváló történelemtanár, egy rendkívüli tehetségű szervező ember. És ők voltak, akik a Magna Hungária lovas expedíciót megcsinálták annak idején. Aztán, hát még lehetne persze hosszan sorolni, körülbelül ez a kör, akikre úgy az aztán még neveket említsünk, például Kobzos Kis Tamás. Sajnos ő elment most közülünk, egy vagy két éve halt meg, a Ógrai Népzenei Iskola igazgatója. Egy olyan ember volt, aki a zenei részén nagyon sok mindent segített annak idején. Ugyanis hát nem csak hadi hagyományőrzésről volt szó itt ebben az időszakban, és az én esetemben általában nem csak hadi hagyományőrzésről van szó, mint ahogy ez a történelmi életmód rekonstrukció, vagy ahogy László Gyula említette a régészeti néprajz, ez azért egy sokkal-sokkal színesebb dolog, mint sem csak mondjuk az íjászat, vagy csak a vívás, vagy csak a lovaglás. Tehát mindezek összessége, plusz korabeli kézműves életvitel szerű dolgok a foglalkozó, vagy azokat bemutató ügyek összessége. És akkor 2005-ben pedig elkezdtétek az MSA Parkot. Még előtte, mi történt a 16. kerületi kis parkkal? Hát ez nem ennek a riportnak a témája. Én sajnos nem tudok róla semmi jót elmondani. Ott, mi azt elhagytuk, azt a helyszínt, és egy ilyen kézműves próbálkozás zajlott ott utána, meg hát olyan íjász, meg olyan hagyományőrző ügyek, ami az én megítélésem szerint nem volt megfelelő színvonalú már. Úgyhogy én erről nem akarok senkiről rosszat mondani, nem. Van ott még valami abból, ami volt mai napig is? Aha. Ez egy bólintás volt. Szóval MSA Park. 2005-ben akkor költöztetek át Szigethalomra. Hogyan indult az egész szigethalmi várispánság megalapítása? Mik voltak a legnehezebb dolgok, hogy az ott létrejöjjessen? Hát az, hogy kapjunk egyáltalán egy területet valahol a világban, ahol ezekkel az akkoriban teljesen elképesztőnek tűnő ötleteinkkel működhetünk. Ugyanis hát nem nagyon volt még ilyen történelmi skanzen. Tehát volt Tiszaalpáron volt egy pici párházból álló ügy. Aztán lent a Bodrog közben Petraskóéknak volt ez a berzsenyi elképzelésük, a jurtákat azokat én készítettem ott, meg a nagyon sok mindent. Tehát, hogy mondjam, mivel nem volt túl széles a maga a műfaj, ezért aztán így át és át dolgoztunk egymásnak a kezdetekben. Ez volt a jellemző.
de ott egy nomád szállás próbált kialakulni. Az pedig, amit én nagyon szerettem volna, az egy inkább élő múzeum, vagy élő skanzen, vagy tehát egy olyan településnek a megjelenítése, megformálása, ami nem is feltétlenül a korai honfoglalás, vagy ez, hogy mondjam, a honfoglalás korai időszakát mutatja be, hanem inkább közelebb van az államalapítási, vagy a 11. század fordulójának a világához. És hát ennek kapcsán is költöznünk kellett, mert hogy kinőttük azt a bizonyos 16. kerületi helyszínt, és aztán egyszer csak megjelent nálunk egy polgármester, meg egy történelemtanár kéz a kézben szinte. Egészen lenyűgöző volt a dolog, ugyanis egy akkor SZDSZ-es polgármester és egy nagyon erős Fideszes vagy MDF-es, nem is tudom mi volt akkoriban még a történelemtanárbácsi, és a láthatóan teljes egyetértésben ők azt akarták, hogy az ő településükön legyen egy ilyen dolog, és senkit nem érdekelt, hogy most akkor milyen politikai nézetet képviselnek egyébként. Tehát tök jó volt maga a helyzet, egy tök értelmes helyzet volt, és hát ez volt Szigethalom. Akkoriban már 2-3 helyszínt megnéztünk. Voltunk Százhalombattán, voltunk Csepelen, voltunk sokfele szétnézni helyszíneket, de valahogy nem akart összejönni a dolog, és itt Szigethalom pedig 12 hektáros területet ajánlottak föl, egy valamikori rakétabázisnak a helyszíne. És hogy sikerült megtalálni, mert úgy értem, hogy ezek az emberek, a polgármesternek a történelemtanár, ez hogy talált meg titeket? Tehát, hogy minden fel volt adva a kispesti szuperinfóba, hogy keresek 3 hektárt? Hát egyrészt volt egy sajtótájékoztató pont Százhalombatta kapcsán, ahol már egy egészen konkrét helyszín volt kijelölve, hogy esetleg majd ott megézze. De hát az ilyen önkormányzati döntések azok mindig olyan bizonytalanok, az utolsó pillanati bizonytalanok. Tényleg a testület majd megszavazza, ez tényleg majd úgy lesz, stb. Itt is egy ilyen előkészítési fázis volt, viszont volt egy sajtótájékoztató, amely sajtótájékoztatóról értesültek a szigethalmiak, ahol egyébként azt hiszem, hogy Petkes Zsolt még ott lakott, és talán ő hívta föl a figyelmét a tanár úrnak, meg a polgármester úrnak erre az ügyre, hogy hát akkor tök jó lenne, még nem döntöttek a fickók, csalogassuk már őket ide Szigethalomra, mert itt valami jó dolog készül. Így volt. Így. És hát egy 12 hektáros területet találtunk ott, mindenféle betonhangárakkal, meg ilyen rakétaindító állványokkal, meg ilyenekkel. És hát ebből kellett aztán valahogy átálmodni a dolgot egy ilyen. És mik voltak az első kapavágások, mik voltak az első épületek ott? Hát egy 8 konténernyi, meg nem tudom, valami 5-6 kamionnyi szemétnek az összegyűjtögetése és elszállítatása. Meg az, hogy elkezdjünk kiköltözni, és akkor derült ki, hogy abba a pici 16. kerületi múzeumunkba, vagy nem is tudom, műhely helyszínünkre, vagy alkotóteletünkre mi minden bicket, vackot gyűjtögettünk össze, mert hát kamionszám hordtuk ki a cuccokat. 15 jurta, egy nagy vikinghajó, egy arzenálnyi fegyver, meg kézműves műhelyeknek az anyagai, meg sok-sok minden. Tehát ennek a helyszínét kellett ott kint kialakítani. Nem volt egyszerű sem logisztikailag, sem pedig emberileg mögé állni. Ismertél már ekkor külföldi parkokat, amik esetleg inspiráltak megépítésében? Ismertem parkokat, és hát persze nagyon inspiratív volt. Volin már létezett akkoriban, már voltak róla fotók, már az interneten úgy lehetett látni, hogy mi ez, hogy van ez, stb. Meg hát volt egy pár olyan külföldi példa, ami izgalmasnak tűnt. De a legérdekesebb az, bár lengyel volt, ma már nem is tudom, hogy létezik-e, vagy ma még létezik-e, ez egy Einar Jarl nevezetű lengyel fickónak a telepe volt, aki a régi mese, amikor a nap még Isten volt című alkotásnak a hajója. Aztán így igaz. Ennek az egyik fő szereplője és egy ilyen motorja volt ez a Einar Jarl. A korai volini fesztiválokon ő volt az egyik ilyen vezéregyéniség egyébként. És ő épített ehhez a filmhez egy ilyen kis örönk
várat, meg egy kis falu részletet, meg épített hozzá egy viking hajót, a Röde Ormot egyébként, a Vörös Kígyót. És ez a hajó szerepel a filmben. És nekem ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Tehát az, ahogyan ez a fickó saját erőből a semmiből megteremtett valamit. Ez olyan varázslatosnak tűnt. És nagyon jó hangulata volt annak, amit csináltak. Néhány fotót láttam így az interneten, meg itt ott. És akkor ez inkább inspirált engem akkoriban. Aztán utána persze kijutottunk Volinba is, és aztán utána elindult ott is egy de akkor már volt Emese Park. Meg a másik, hogy az Emese Park egy picit más, mint amik ezek a külső múzeumi, meg skanzen helyszínek. Tehát nyilván a működési struktúrája is teljesen más, és másról is akar szólni. Tehát azért nem egy meglévő, nem tudom, mint például egy Volini vagy egy Biskupini helyszín, ahol egy meglévő várat kell rekonstruálni, hanem az igényekhez és a működési követelményekhez kell megszűrni ezt a dolgot. Közel Firdőnél vagyunk. Azt szeretném kérdezni, hogy hoztál-e valamilyen zenét hallgatóinknak? Hoztam, viszont én most gyorsan visszapörgettem az imént az agyamba, hogy mi az, ami elvarratlan szál, és képzeljétek el, hogy az, hogy tér, hogy történelmi életmód rekonstrukció, erre nagy hosszan én elkezdtem beszélni, de nem válaszoltam rá. Úgyhogy egy mondatba gyorsan elmondom, tehát az, hogy történelmi életmód rekonstrukció, ez a tér dolog, ez emiatt a kis füzetke vagy könyvecske miatt született, azért, hogy definiáljunk valamit. És én annyira beleéltem magam, hogy mindenféle ilyen szójátékokat találtam ki hozzá, hogy akkor ezt kezdjük el népszerűsíteni. Mivel nem volt még az, hogy reenactment, vagy nem volt ez a fajta fogalom, ezért így megpróbáltam valahogy egy magyar fogalmat erre kitalálni. És maga az, hogy történelmi életmód rekonstrukció, egy szörnyű nehézkes valami. Hát nyilván így egy beszélgetésen belül sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy hagyományőrző, vagy nem tudom. És aztán így mindenféle a T, az E és az R betűt próbáltam valamiféle ilyen kis játékba belevinni, és ebből lett ez a tér mozgalom annó, amiből aztán a Nyíl Zápor is, meg nagyon sok mindenki nőtte magát. Bocsánat, zenéről volt szó. Zenéről hoztál-e? Volt szó. Hoztam én kétféle zenét hoztam. Az egyik egy Cseh Tamás dal. És én azt gondolom, hogy aki ismeri Cseh Tamást, vagy ismerte Cseh Tamást egy picit jobban is, mint a nem tudom, két legismertebb száma, azt tudja, hogy egy nagyon érdekes fickó volt, hogy mondjam, méltó utódja a Tinódi Lantos Sebestyénnek, meg a Végvári Lantosoknak, és egy igazi hagyományéltető, egy igazi, hogy mondjam, ilyen lantos ember volt a maga hangszerével. Egy dalt őtől lehoztam, vagy ajánlanék a legnagyobb szeretettel. Akkor az lesz most. A másodikat pedig megtartjuk meglepetésként a műsor végére. Legyen így. Fiúk, lányok, hallgassátok akkor Cseh Tamást. Ádámnak azt mondta az Úr, fiam, itt csak erős boldogul. Fiam, ha a karodban erőd, így győzöl mindenek fölött. Fiam, csak erő győzhet itt. A jó kard mindent kihasít. Tükrökből arcképedet, testedről a sejmeket. És hogyha győztél, fiam, lóra szállva vágtass tovább. Uram, volt Ádám válasza, úgy élek, mint farkasnak fiam, nem lelem tükörképemet, fáradt testemre sejmeket. Bocsásd el magadtól, fiad, uram,
egy végső vágta csak. Lóháton, végig a mezőn, virág közt, sziklatetőn. Egy vágták, adj még, uram, egy száguldást, mit kard szét nem hasít. Egy végső futást, adj még, uram. Bocsásd ki markodból, lova! Engedj el magadtól, uram! Nélküled, tudom, megfagyok, de üzzel, mert farkasod vagyok. Ne lejjem tükörképemet, ne adj testemre sejmeket. Hadd fussak végig a mezőn, hadd fussak sziklatetőn. Egy vágtát adj még, uram, egy száguldást, mit kard szét nem hasít. Egy végső futást adj még, uram. Hát fuss el, szólt Ádámhoz az Úr. Fuss, itt csak erős boldogul. És Ádám vasba öltözött, és erős lett az erősek között. És vágtat fent a dombtetőn, sziklák közt, vízen és mezőn. Ott hajtja Ádám lovát, Istentől egyre tovább. Egy utolsó támadásra, egy vágtár, amit kard szét nem hasít. Egy végső futást adj még, uram. Egy végső futást adj még, uram. Magyar Attila, és a történelmi életút rekonstrukcióval hagytuk abban az Emese Park kezdeti lépései. És mik voltak az Emese Parknak már a beérő lépései? Mikor sikerült oda vinni például a nagy csarnokot? Az mikor épült? Ez valahogy 2000 év után, én akkor voltam ott először, akkor a csarnok helyén még egy ilyen valamilyen garázs, vagy valami ilyesmi volt. Egy nagy büdös betonhangár, persze. Igen, ez tel volt sörpaddal, emlékszem. Úgy, sörpaddal és sörrel. Metal vikingek akkoriban. És valahogy utána épült ez a csarnok az elkövetkező pár éven belül. Eszembe is jutott nekem most az első élményem az Emese Parkkal. Általános iskolásként voltam ott egy haverommal, édesanyám vitt ki minket, hogy itt van valami vívás, ilyesmi, ennyi jött át akkor nyilván információ. És arra emlékszem, igen, hogy ott valami kis büfé is volt akkor. És akkor ott tettünk valamit, és utána néztük meg a csatát, ami ott volt mögötte. Igen, hát a jelenlegi várudvaron, a mostani lovakteremnek, vagy lakomacsarnoknak a helyén egy ilyen rakétaszállító, nem tudom mik ezek, kamazok, vagy krazok, vagy nem tudom mik voltak ezek, ifák, a fene tudja, valami teherautók odaálltak be egyébként ebbe a hangárba. Amely hangárat nekünk végül aztán le kellett bontani, azok a középső oszlopok maradtak csak meg, és újra kellett építeni annak megfelelően, hogy egy ilyen bizánci vagy frank mintájú lovaktermet vagy lakomacsarnokot tudjunk oda álmodni. Igen, ez volt az egyik legnagyobb kihívás, és ez egy ilyen félig pályázati, ilyen Európai Uniós pályázati
félig pedig a saját magunk által összekalapált pénzekből megvalósuló sztori lett. Többször felmerült nálunk a kísérleti régészet fogalom, definíciója, mit értünk ez alatt, mi az a kísérleti régészet, és amikor a műsort ennek szentelünk, akkor mondtuk is, hogy de majd eljössz te hozzánk, aki tényleg tud olyan dolgokról mesélni, ami szerintem teljes bizonysággal annak tekinthető. Hogyha jól rémlik nekem, akkor te annak idején, amikor elkezdted ott az épületeket építeni, mesélted, hogy például a Veremházat azt ti nem csak felhúztátok, hanem te ki is költöztél oda egy hónapra a tél közepén, vagy nem a, volt? Nem a Veremházban, ott a 10 méteres jurtában, én egy másfél évig laktam ott kint. A Veremházat is kipróbáltuk persze, megszállod majdnem mindent, de maga az, hogy kísérleti régészet, az is egy nagyon, hogy mondjam, egy nagyon bizonytalan, vagy egy nagyon-nagyon vékony jég, ugyanis hogyha valaki kísérleti régész, az egy szakmai alapon megközelítő, tudományos módon feldolgozó, elsősorban tényleg a tudományos világ képviselőjeként, vagy a témakör szakavatott szakembereként nyúl egy adott helyzethez. Lehető amatőr, vagy szónak a jó értelmében, lehető egy civil, aki megfelelő felkészültséggel ténylegesen régészeti, hogy mondjam, kísérletet végez, de hát a megjelenítést, az újrafelelevenítésnek a jelentős része az nem kísérleti régészet. Amikor egy házat rekonstruálunk, az lehet kísérleti régészet, fölteszünk egy kérdést, erre várjuk a választ. Lehet-e mínusz 15 fokban, nem tudom, 20 fokot tartósan egy ilyen veremházban tartani, azzal a technológiával, amit vélelmezünk a korabeli ásatási leletek alapján. És akkor erre például az lett a válasz, hogy biza. Lehet hajnal 2-3-ig, és aztán utána hirtelen leesik a hőmérséklet, és azonnal fölkezd, mert megfázol. De addig viszont ezek a vastag földfalak szinte sugározzák vissza a meleget, olyan, mint egy nagy kemencében lennél. A jurta esetében is ez egy borzasztó érdekes dolog volt. Mivel mondom, egy másfél év volt, amíg én ott kint laktam, az egy nagy tapasztalat volt, hogy amit a jurta közepén fűtesz, akkor egy ilyen cirkuláció a jurta közepétől a falak felé elindul, és gyakorlatilag hiába van a te ágyad, vagy fekvőhelyed a jurta falánál, rágyszerkezeténél, oda így tök jól visszajön a meleg, tehát nem muszáj neked közvetlenül a tűz mellett kucorognod, akkor is az egész jurtában ez cirkulál, úgyhogy mert hogy a hideg fal mentén lecsapódik ugye ez a meleg. Úgyhogy ez egy izgalmas dolog volt, meg egy csomó tanulsággal járt. Meg hát gyönyörű, romantikus helyzet volt. Tehát az, amikor arra ébredsz, hogy a jurtatető karikáján ott ül egy madár, és akkor így nézi, hogy te mit csinálsz, vagy egy mókus adott esetben, ez megtörtént egész konkrétan, és akkor ott egy dobozzal, vagy nem tudom milyen terméssel ott játszott, és nézte, hogy te ki vagy ott, hogy tegnap még semmi baj volt, most meg te itt vagy ezzel a jurtával, és akkor ott a tetőkarikán nézelődött. Szóval erre ébredni, vagy arra ébredni, hogy a lovad hozza bemutatni a csikaját a jurta ajtajánál, ezek olyan élmények, ami egyszerűen megalapozza azt, hogy te ezzel foglalkozol, vagy így hogy mondjam, megadja azt a hátteret, ami onnantól nincs kérdés, tehát ez egy csodálatos valami. És milyen érdekes tapasztalatok voltak még ezekből az időkből, amikor tényleg ilyen kísérleti régészeti jellegű dolgokat, mondjuk így most akkor, csináltál, mikkel kísérletezgettél még? Én magam, vagy pedig ott a parkban még zajlott? A park művei munkája. De akár amit te magad egyedül csináltál, olyankor is mesélhet. Hát olyan evidenciákat mondanék én most, ami most már evidens, egykor pedig egyáltalán nem volt az. Éveken keresztül nem találtunk olyan kovácsot, aki egy jól használható tűzcsiholó acélt meg tudott volna kovácsolni, most tudod volna alakítani. De hát most már azért fejből tudsz mondani 10-15 olyan kovácsot, vagy jókezű lakatost, vagy egyszerűen csak hobbistát, aki egy tűzcsiholó acélt simán leüt. Na most ez abban az időben, amikor ez műfaj kezdett, nem volt meg, és akkor mindenféle reszelőkből, meg nem tudom mikből próbáltuk ki hajlítgatni, meg így felizzítani, akkor ilyenre, olyanra, stb. És hát például ezzel is ment a kísérletezés. Ment a kísérletezés a nyílhegyekkel.
Tehát, hogy azt hogy alakítsd ki a 10. századi Nyílhegyeket, hogy csináld úgy meg, hogy az központos legyen, jól repüljön, jól működjön, a formához, mérethez pontosan tartsuk magunkat, egyáltalán, hogy kell annak hozzáállni. Vagy hát még ezer ilyen dolog, a bőrkikészítéstől a fafaragásnak, vagy a fa-megmunkálásnak a korabeli módjaig, hát nagyon sok ilyen kísérlet volt, játék volt. Volt például, amikor a kalkannak álltunk neki, hogy majd akkor mi egy pajzsot készítünk ezzel a hajlított vessző technikával, és akkor majd ilyen lemből, kenderből sodort szállal majd azt megvarjuk, és nem tudom micsoda. Az is egy nagy tanulság volt, egy baromi erős konstrukció, rendkívül jól használható, viszont hát hogy mondjam, legalább akkora türelem kell hozzá, és legalább akkora alázat az elkészítéséhez, mint mondjuk egy szegecselt láncvértnek az elkészítéséhez. Tehát egészen döbbenetesen nagy meló. Egészen döbbenetesen nagy munka. Úgyhogy egy csomó ilyen tapasztalat jött össze. Vagy például, amikor ácsoltunk egy nagy szövőszéket, és akkor próbáljuk meg egy rendruhának, vagy akár csak egy felső ruhának a gyapjú szálakból az anyagát megszőni. Arra nem ismertünk vállalkozni, hogy lemből szövegessünk, gyapjúból próbáljuk meg. Hát egeret szültünk, mire használható méretű, mennyiségű gyapjúposztót előállítottunk. Az ételeknél ugyanez a helyzet. Szárított hús. Hát most már tudjuk, hogy a keleti barni fantasztikus szárított hús csinál, de ez is ilyen tök sokáig ilyen furcsa, nehezen induló helyzet volt. Tehát ezzel is sokat kísérleteztünk például. És mindemellett folyamatosan azért jártatok fellépni idehaza, külföldön is egyaránt. Mik voltak régebben azok a nagy rendezvények, ahova jó volt elmenni, ahol úgy éreztétek, hogy na, itt van valami, itt valami történik, vagy egyszerűen csak legjó itt lenni? Az, hogy hagyományőrzés, az elsősorban is mindenek előtt néprajzot jelentett sokáig. Az én számomra azt kell, hogy mondjam, most is azt jelenti. Tehát a hagyományok azok olyan dolgok, amit édesapától meg a nagyfatertól tanultál. Az a hagyomány. Minden más egyéb az valaminek az újrateremtése, vagy felelevenítése, vagy valami, tehát egy új kezdet. Ezért egy olyan rendezvénnyel kezdeném ezeknek a rendezvények felsorolását, ami ennek a magját adta éveken, évtizedeken keresztül, augusztus 20-a mesterségek ünnepe. Oda annyira jó volt fölmenni a várba, hogy ezt el sem tudom mondani. Az ország minden tájáról, sőt a Kárpát-medence minden tájáról összegyűltek a kézművesek, népművészek, népi iparművészek, és valami olyan szenzációs alkotóerővel találkoztál, hogy végigsétáltad ott a várbeli sétányokat, ami egyrészt inspiratív volt, másrészt pedig nagyon-nagyon segítőkész. Tehát amikor egy tarsolyt akartál készíteni, akkor a bőrös tök szívesen segített, hogy figyelj, ezt így vard meg, úgy fűzd meg, így domborítsd, úgy nem tudom, mit csinálj. A kovácshoz oda lehetett menni, bárki szívesen segített. Tehát például az egy nagyon jó rendezvény volt. Aztán éveken keresztül mi magunk is, mint őskultúra alapítvány, ott a déli rondellánál ilyen középkori játékokat, meg ilyeneket vittünk föl. Az is egy jó időszak volt, egy érdekes időszak volt. Aztán utána elkezdődtek ezek a korismereti találkozók, ez ugye van a 90-es évek közepe táján, és onnantól azok voltak a kedvenceink, azok voltak a szívünk csücske. Hol tartunk most? Hanyadik lesz idén? Ami az Emese Parkban, az 13., 14. valahogy így. Ami egyébként pedig, hát azt számoljunk vissza, 94-ben volt az első. Tehát az marhasok, nem tudom, 24, 25 éve van, tehát valahogy így. És aztán voltak olyan évek, hogy volt 4-5 ilyen korismereti találkozó, az egyik az Opuszta szeren, a másik az nem tudom hol, és akkor így az országban szerte. És emellett voltak a, emlékszem, hogy Grébről, vásárnapok, workshopok. Igen. Igen, meg hát ilyen szakkör jellegű. Rendszerességgel szinte. Igen, hát kitaláltunk olyan témaköröket, hogy akkor most egy nemes süveget próbáljunk elkészíteni, és akinek ehhez volt kedve, akkor az szólt előre, akkor nekem is szerezzetek be gyapjút, összegyűltünk, és akkor az a hétvége arról szólt, hogy nemes süvegkészítés, vagy éppen, nem tudom, puzdra tegeszkészítés, vagy ami éppen sorrendre került. Iskolák, osztályok mióta járnak az Emese Parkban ilyen
kutatásokra. Az első pillanatok kezdve, az már a 16. kerületből jön ez az elképzelés. Tehát az, hogy élő történelem óra, az úgy indult, hogy volt három elmebeteg, a Hidán Csaba, dr. Szőlősi Gábor és Magyar Attila, és akkor így jártuk az iskolákat, és szinte a 90-es évekre utalok most vissza, ott kezdődött ez. És hát ilyen nagy elhatározás volt. Az egyikünk úgy hívta, hogy rendhagyó történelemóra, ez a Hidányféle megfogalmazás, én úgy hívtam, hogy élő történelemóra, és aztán ez valahogy, ez is úgy gyökeret vert a köztudatban ez a fajta megfogalmazás. És az iskolák is elkezdtek kiállni először oda a 16. kerületbe, aztán utána kiöltöztünk a Emese Parkba, akkor pedig oda követtek bennünket. Mivel nagyobb volt a tér, ezért nem egy-egy osztály jött ki, hanem volt úgy, hogy mit tudom én, kijött egy tagozat, 3-4 ötödikes osztály. Aztán utána volt olyan, hogy komplett iskolák megjelentek, és akkor nem tudom, ilyen 200-300 diák, az már egy picit sok volt úgy ebből a jóból. De ez mind a mai napig tart egyébként, hogy az iskolások járnak ki, főleg ilyenkor a tavaszi, koranyári kirándulásos időszakban. Nagyságrendileg ez milyen gyakorisággal történik, meg mondjuk havonta kétszer megy egy osztály hozzátok? Hát fogalmazunk máshogy, képzeld azt el, hogy egy évben egy olyan 13-15 ezer diákról beszélünk. Azok semmi. Nagyon-nagyon-nagyon sok, nagyon nagy a felelősség része, és óriási a szerepe a történetben ennek a fajta élő történelem órának. Ennek a fajta megjelenésnek, megnyilvánulásnak. És ez itt a dicsekvés helye egyébként, hogy mondjam el nektek azt, hogy azok a tanárok, akik hozzák a gyerekeiket, azok általában gyorsan lefoglalják a jövő évre is a dátumot, mert hát most ott tartunk, hogy már nem nagyon tudunk újabb osztályokat, újabb iskolákat fogadni, mert hogy mindig betelik ennek az időszaknak, ugye az iskolai kirándulási időszaknak a naptára. Ugyanis azt a visszajelzést kapjuk a tanároktól, hogy a zöld tábla előtt állva mondjuk elmesélni azt, hogy a Szent Istváni államalapítás az hogyan van, az egy ilyen értelemszerűen nehezen színesíthető történet. Míg hogyha kijönnek oda hozzánk, akkor erről az Árpád-kori, középkori ügyekről egy átfogó képet kapnak, hogy egy ilyen kézzel foghatóvá lesz téve az egész dolog, meg bele van a hülye játékokban, hajóznak, íjásznak, meg tudom én, gyertyát mártanak, stb. Tehát egy izgi helyzet. És emellett még ilyen gyerektáborokat is tartottok, hogyha jól tudom. Tartottunk valamikor nagyon sokat, valamikor nagyon sok gyerektábor tartottunk. Ez most már áttevődött a szomszédunkba, létesült ott egy ilyen ifjúsági tábor. Mi magunk nem táboroztatunk már. Uh-huh. Elsősorban azért nem, mert ez alatt a 25 év alatt az én számomra, meg szerintem az összes munkatársam nevében nyilatkozhatom, kiderült az, hogy annyira nehéz már azoknak az elvárásoknak megfelelni, ami egy nyári tábor kapcsán felmerül, hogy az már nem a mi műfajunk. Uh-huh. Tehát annak mi már nem akarunk megfelelni. Nem akarunk versenyezni a szülői aggodalommal és aggályokkal, nem akarunk a végtelenül neveléshiányos gyerekekkel sportolni egy héten keresztül, hogy légy szíves, ne rúgdosd szét a jurtát, mert az nem arra való. Ezeket hagyjuk meg a svédeknek. Akár, igen. Vagy tehát bárkinek, akinek ehhez kedve van, nagyon szívesen szolgáltatunk programot egy-egy táborhoz. Tehát most arra álltunk rá, ilyen szempontból a tábori ügyekbe, hogy el lehet hozni. Te táboroztatsz valahol, uh-huh. elhozod a csoportot oda hozzánk, ott egy délelőtöt megtöltünk nekik izgalmas programokkal, utána ebéd, vagy hazautazás ebéd, vagy valahogy, és akkor ez így egy nagyon klassz dolog. Tehát mi is azt csináljuk, amit a legjobban szeretünk, és a táborozók is csak a táboroztatással kell, hogy foglalkozzanak, nem muszáj ő nekik egyszerre kovácsnak lenniük, és hajósnak, és lovas íjásznak. A Emese Park mögött egyébként hány ember dolgozik? Tehát mekkora a létszámotok, hogyha egy gyerekezményre van szó mondjuk? Körülbelül, amikor átköltöztünk, akkor nagyjából 80-an voltunk. Az egy irgalmatlan, nagy, hogy mondjam már, ilyen intézményi létszám volt. Aztán beállt a költözés utáni években egy ilyen 40-50 főre az a kör, akik úgy általában együtt dolgozatunk, és ez mostanra egy ilyen 30-40 főbe rögzült. Tehát 30-40 fő azok, akik oda heti, de legalább két heti rendszerességgel összejárnak, és akkor a nyári időszakban együtt rendezvényezünk, vagy táborozunk, vagy
ténykedünk egyáltalán. Egyrészt baráti közösség, hát mindannyian hagyományozó csoport tagjai, meg létrehozói is vagytok. Tudjátok azt, hogy ez egyrésztről egy ilyen elf barátság, vagy egy ilyen baráti közeg. Másrésztről pedig hát ennek a témakörnek a körbejárása köt össze bennünket. Van, aki vívni szeret, van, aki íjászni szeret, van, aki főzicskézik, stb. Külföldi kalandozások. Merre jártatok a nagyvilágban, és mik voltak azok, amik úgy hatottak rátok? Mondom, Lengyelországban mindenki. Hát értelemszerűen elsősorban is mindenek előtt Volin, mondom. Mikiékkel voltunk az első ilyen volinozós körrel, körülbelül egy, nem tudom, 6-8-an voltunk, akik 2004-2005 körül delegációszerűen megjelentünk ott Volinba. És hát akkor persze szemünk szánk elállt, fülünk ketté állt a látványtól, hát egyszerűen lehengerlő volt, minden túlütött, amit erről a műfajról elképzeltünk, mert hogy akkoriban még nagyon jó volt a Volini Fesztivál tisztelettel. Ezt az elmúlt években én már nem éreztem annyira jól magam ott sem, meg nagyon sok olyan fesztiválon, ahol a fesztivál jelző kezdett el dominálni, és nem annyira a középkor jelző, vagy a szakmai workshop jelző érvényes rá. És de mindenképpen azt hiszem, hogy ez volt talán a legmeghatározóbb. Aztán persze voltunk Hollandiától Németországig, meg nem tudom, sok felé. Mi egyébként nem vagyunk a leginkább utazgatós, ilyen külföldre járós csapat. Elsősorban a Kárpát-medencébe. Tehát főleg az erdélyi részre, Kolozsvár környékére jártunk nagyon sokat, a felvidékre jártunk nagyon sokat, és az ottani vagy iskoláknak, vagy települési környezetben, egy városnapon, egy falunapon tartottunk bemutatókat. Nem feltétlenül a ma elhíresült fesztiválokat jártuk mibe. Tehát igen, így érvényes. Park, illetve az alapítvány ugye foglalkozik filmeknek, nagy blockbustereknek, hollywoodi remekeknek, a kellékeiknek az elkészítésével, gondolom történelmi filmeknek. Erről tudnál egy kicsit mesélni, hogy mi volt? Szerintem ezt a témát hagyjuk meg. Ezt a témát de hagyjuk meg következőre? Későbbre. Jövő hétre ezt a témát hagyjuk meg. Én még azt kérdezném... Egy mondatban erre csak annyit hagyjuk, hogy igen, mert meg kell élni valamit. Tehát hallottuk az MSF Parknak a múltját, mi a helyzet a jelenével és a jövőjével? A kicsit külső szemmel, nagyjából egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt, amikor ott voltam először, akkor még nagyszabású tervekről meséltél, hogy akkor volt a templomnak is az alapkületétele, mely meg sok-sok-sok ötlet meg gondolat volt a fejedben, de úgy az elmúlt 3-4 évben, mintha azt látnánk, hogy igazából nincsenek olyan nagy megújulások ott. Tehát nincs az meg az íve, ami meg volt. Én azt gondolom, hogy megtalálta a helyét a park működési szempontból is, strukturálisan is elérte a korlátait, és hát egyszer tudomásul kell azt venni, hogy Magyarországon van egy nagyon sajátos kultúratámogatási és egyáltalán kultúrafinanszírozási rendszer, vagy struktúra. Ebben, hogyha neked nincsen valamiféle olyan támogatói háttered a politikai szférában, ahol mondjuk egy költségvetési sor arról szól, hogy a te rendezvényedet, vagy a te intézményedet támogassa, akkor meg kell élned a piacról. Na most az MSE Parknak a piacról kell megélnie. Egyetlen forint támogatása nincsen. Volt annak idén a létrehozásához némi injekció egy Európai Uniós pályázatból, de magyar oldalról, tehát a kormány részéről, vagy hogy mondjam, a kultúrafinanszírozási tárcáknak a részéről, vagy akár oktatásügy részéről, soha egyetlen forintot sem kapott az MSE Park. Most sem kapott. Ami valójában, azt kell, hogy mondjam nektek, hogy egy nagyon érdekes helyzet, ugyanis úgy be voltunk lökve a farkasok közé, hogy na, most próbáljatok itt megélni. És mivel ez sikerült, ami nem öl meg, ugye, az megerősít.
alapon zajlik. Tehát az előbb említett filmes munkák, a rendezvények, az Emese Parknak a saját belső fesztiváljai vagy rendezvényei, ez mind-mind, vagy éppen az élő történelem órák rendszere, ez mind-mind a saját lábán meg tud állni. Akkor is meg tud állni, hogyha ténylegesen semmiféle támogatottsága nincsen. Na, eddig a pozitívum. És aztán utána itt van egy nagyon erős vonal. Ugyanis hogyan tudsz a következő évre programokat, új programokat felállítani, hogyan tudsz egy új projektbe fogni anélkül, hogy nincsen egy előre meghatározott és előre tudott költségvetésed a következő évre. Tehát nincs az, hogy figyelj ide, ha esik, ha fúj, 25 millió forintot el tudunk játszani arra, hogy akkor, vagy el tudunk helyezni képzeletben arra, hogy majd ilyen és ilyen projekteket finanszírozunk belőle. Hanem úgy kell neki menned egy évnek, hogy hát majd meglátjuk, hogy mennyi lesz a látogatónk, mennyi lesz a bevételünk, mennyi pénzt tudunk még családi kasszából, vagy alapítványi kasszából, vagy innen-onnan ide csoportosítani, hogy majd itt fejlesszünk. Na most ebből a struktúrából az alakult ki, hogy vannak nekünk a jól bevált, jól bevett ügyeink, amit keresnek nálunk, így például az iskolai programok, vannak nekünk a táborosoknak szóló programjaink, és van évente az az egy vagy két rendezvényünk, mondjuk vannak a március környékén ezek a tavasz váró télkergető fegyverzajos örjöngések, és van a szeptember második hétvégén ugye a nagykor ismerői találkozó, amit annak idején Viking találkozónak is neveztek, mert olyan nagyon sok északi vonatkozása volt, meg egy picit rá is játszottunk persze erre, mert olyan hogy mondjam, jó kis marketing fogásnak, több PR fogásnak tűnt. Aztán úgy rajta is ragadt nagyon sok. Egy kicsit talán a lónak a túlsó oldalára át is lett esve. Úgy az egész műfajban egyébként ez a viking vonatkozás egy kicsit, mintha túl lenne reprezentálva. De mindegy, lényeg az, hogy az előző kérdésedre válaszként, vagy felvetésedre válaszként, igen, tehát nincsenek akkora vágtázó nagy álmok, mint ami annak idején, hanem egy picit realitások talaján megálltunk. Hogyha egy-egy pici fejlesztés van, akkor azt megpróbáljuk a lehetőleg szakmaibban, a lehetőleg jobban, használhatóbban megcsinálni. Ez egy új utakat kereső helyzet volt. Az első pillanatok ezzel nekünk kellett kitalálni, hogy hogyan néz ki egy ilyesfajta történelmi skanzem. Tehát ezt így ki kellett találni. Hát az összes működésében, hogy itt most legyen-e étkeztetés, vagy ne legyen, hogy itt most, hogy történjen, nem volt még Bikali emlékpark, vagy nem tudom milyen, amiből most példát lehet venni, hogy akkor figyelj, üzleti alapon ezt így kell üzemeltetni. Mi itt tudtuk, mi ez, semmi nem volt még ilyen szempontból. Ahogyan egyébként például a bodrogközi település is tönkrement, megszűnt. Sok-sok évvel ezelőtt pedig abban állami pénzek voltak dögivel, tudod, és mégsem lehetett üzemeltetni. A mi esetünkben az történt, hogy mivel mindig is az üzleti, vagy mondjam, a gazdasági szférában kellett megélni, és nem a támogatásokból kellene, ezért aztán az működik benne, ami ilyen formán, idézőjelbe téve, eladható. És emellett igyekszünk persze a szakmai, vagy a tudományos, karitatív, vagy ismeretterjesztő munkában is részt venni, amiben tudunk. Ugyanúgy a szaruíjak tesztelésében, mint ahogy volt egy fordulója már ennek, most remélem, hogy a második fordulója is megtörténik. Ugyanúgy a lovasi íjászatnak, ez a huculos vonatkozásában mennek a szakmai háttérmunkák. Meg hát még ezerféle más módon. Csak ezek nem annyira látványosak. Egy templom alapkőletétől az borzasztó jól reklámozható. Azok a munkák, amikkel most el vagyunk foglalva, azok sokkal kevésbé. Tehát most képzeld el azt, amikor már a harmadik, vagy a negyedik, vagy az ötödik hajót építed, akkor az már nem egy akkora, hogy mondjam, reveláció így a témakörön belül. Most megint elkezdeni mesélni nektek, hogy és képzeld el, hogy ez már klinker palánkozással, és nekem Szegecselbe, és ez titeket érdekelni fog a dolog, de valójában az egész műfajt azért nem hozza lángba, tudod, úgy vilázba. Igen. Rendben. Szerintem a műsődünk az elég erőteljesen elfogyott. Ezzel jelenlásunk végéhez értünk. És arra kérnélek még, hogy ha hoztál valamilyen olyan könyvet nekünk, amit szívesen bemutatnál a hallgatóknak, vagy szívesen tudnál ajánlani, ami rád esetlegesen nagy hatást gyakorolt, akkor annak most itt a
helyen prezentálni. Mivel motorral jöttem, ezért én könyvtárnyanyagot nem tudtam elhozni. Elnézést, úgyse látják. Jó, tehát kamuzzunk. Igen, itt ülök rengeteg könyv mellett. Szóval úgy van az, hogy én nagyon szívesen ajánlok nem is annyira könyveket, mint inkább írókat. Tehát azt gondolom, hogy, hogy maga a műfaj, vagy a műfaj iránti hozzáállás, vagy a feldolgozás módja, az egy példaértékű Bernard Cornwellnél. Tehát például a Cornwell könyveket én a legnagyobb szeretettel és tisztelettel ajánlom mindenkinek. Magyar vonatkozása vajmi kevés van annak, de nem baj. Ő az angol szász történelmet igyekszik feldolgozni. Egészen odáig, meg a brit szigetnek a történelmét, akár az őstörténelmét is, vagy őstörténetét is egyébként, és a Stonehenge-i kő, hogy mondjam, megalitoknak a felállításának az időszakától, egészen a száz éves háborúnak a történetéig, sőt, azt egészen hiszem, hogy még később. Napóleon háború. Napóleon, igen, hiszen de a sárkánya, nem is tudom, meg igen. Az is. Én azt a sorozatot én ugyan nem olvastam, de azt mondják, hogy ugyanolyan jó, mint az összes többi regénye. Amit én a legjobban szeretek, az ugye az angol száz históriák sorozat, amiből egyébként szintén itt Magyarországon forog most már negyedik éve ez a Last Kingdom sorozat. Na majd erről a következő adásról beszéljünk, mert van miről. De lényeg az, hogy Bernard Cornwell regényeit én szívesen ajánlom. Magyar oldalról Benkő Lászlónak a könyveit nagy szeretettel is szívesen ajánlom. Szintén egy ilyen sorozatban gondolkodó és egy ilyen történelmi ívet bejáró íróról van szó. A késő avar korszaktól egészen az államalapítási időszak végéig, Szent László, sőt ott még egy picit talán tovább is megy most már a sorozat állapot. Van neki tatárjárást, Gyurgyá Isten. Azt a trilógiát nem ismerem, de... Lehet, hogy butaságot mondtam. De szerintem van. Nem tudom, nem, erről nem akarok nyilatkozni, mert nem tudom, hogy... Nem, én magam azt nem olvastam, nem ismerem. De ezt a korai időszakról szóló könyveit nagyon szeretem. Szerintem nagyon szépen fogja meg annak a korszaknak a sztyeppei és a megtelepedett életmódot, űző magyarságát. Ügyesen, szintén ilyen néprajzos ihletettséggel, tehát odafigyel a részletekre, ez egy nagyon-nagyon jó vonás az íróknak. Azoknál az íróknál, akikre ez jellemző. Aztán még egy angol, Tim Severin, aki egyrészt viking témájú könyvet. A viking trilógia. A viking trilógiát írta, az egy zseniális dolog, és kevesen tudják Tim Severinről, hogy ő az a fickó, aki a Szent Brendan expedíciót is megcsinálta, épített egy baromi nagy bőrhajót, ilyen fűszfa ágakból, nyers bivajbőr kötéllel összekötött vász szerkezetre ezeket ilyen bivajbőr lapokat feszítettek, vartak, és ezzel átkeltek az óceánon. Mondván, hogy nem a vikingek, hanem már az előtte, vagy a viking korszak előtti angol világnak, vagy az angol szász világnak az emberei is eljuthattak akár az óceán túlpartjára, adott esetben Amerikába, és Szent Brendanról írják ezt egyébként, hogy az ő kalandozása során valószínűleg eljuthatott oda. Ennek igazolásául ő csinált egy ilyen utat. Tim Severin egyébként egy arab gályát, vagy egy arab nem is gálya volt, az egy ilyen vitorlás hajó volt. Azzal pedig az indiai és kínai tengereket járta be, méghozzá azért, hogy a 1001 éjszakából a Szimbád utazásait igazolja, hogy már pedig az egy tényleg létező helyzet lehetett egykor, az ő kalandjai ténylegesen. És hát emellett meg egy kiváló írói vénával bíró pasi, érdemes elolvasni a könyveit, Tim Severin, vegyétek, vigyétek, hajrá! Ebben köszönjük szépen, és tényleg végszóként az utolsó zene számot, amit hoztál nekünk, itt a második zeneszámot, az mi lesz? Ez a műfaj, ez egy ilyen új utakat kereső műfaj. És én nagyon szeretem az eredeti népzenét, meg nagyon szeretem az originális dolgokat.
De közben azt is látom, és azt is gondolom, hogy jó ízléssel hozzá lehet nyúlni ezekhez a dolgokhoz. Tehát szabad feldolgozásokat csinálni, de nem szabad eljutni pápai ociig például, vagy véletlenül sem szabad a mulatós technót, vagy nem tudom micsodát feldolgozásnak értékelni. Teljes vagyonelkobzást és a nem is tudom büntető táborokat kell létrehozni, akik ilyesmivel foglalkoznak. Viszont jó ízléssel hozzá szabad, sőt hozzá kell nyúlni ezeket a zenéket. És ennek az egyik legjobb, szerintem legjobb példázata Ferenczi György, Ferenczi Gyuri és a Racka Jam, vagy az első pesti rackák formáció, akik valami egészen bestiálisan ügyesen nyúlnak hozzá részint a népzenéhez, másfelől persze a blueshoz, és ennek a kettőnek a házasításából, valamint népdaloknak és verseknek a házasításából kijön valami rendkívüli dolog. Hát egy ilyen számot hallgassunk most akkor meg. Jól van, nem sokára jön Ferenczi Gyuri és a Reckecset, és a stúdióban voltak Tavasz Ferenc, sziasztok, Bányai Ádám. Sziasztok! Meghívott a vendégünk Magyar Attila. Szervusztok! Jó magam pedig Mesteller János. Sziasztok! Racka Jam! Nem nézek vissza, egyedül járok, szűk nekem a határ. Bármerre nézek, engem a halál vár. A betyárvilág, ezt adta az Isten, szeretőm van, életem nincsen. Júdás pénz, van a fejemre tűzve. Egyszer elvisz az ördög engem örökre. Szeretőm van, életem nincsen. Júdás pénz van a fejem.